Sziasztok, Kenyan vagyok, ez pedig itt az I Am Alive. Hello. Incognito girl. Miről szól ez a játék? Konkrétan ilyen óriási világégés vagy katasztrófa történt, amit úgy hívnak, hogy esemény. És hogy ez a srác, a csávó, ez így megpróbál megkeresni a családját. És mindent rögzít egy kis kézi kamerával, mint itt is látszik a felvételen. Vannak a játékban különleges lények? Szerintem nem, szerintem csak ilyen egyszerű emberek vannak benne. Fogalmas, hogy csak mondjuk, hogy először játszok én is vele. Akkor nézzük meg. Ja. Ez ilyen felkészülés, hogy bemutatja, hogy beállítja a kamerát. Hát ez egy ilyen bevezető animáció videó. Ja. Szerintem a srácnak az útját mutatja be. Vagy hogy milyen felszerelések vannak nála? Uh-huh. Az mi? Kötél? Uh-huh. Egy évig fog tartani neki az út. Egy tanul feliratom, úgyhogy. Jó kevés cuccot visz magával. Én azért még pakolnék be dolgokat. Egy évre? Igen. Szerintem egy évre egy kamionnal kellene menni, nem? Hát lehet. Konkrétan egy kötelet vitt magával, meg egy fegyvert, aztán így. Igen. Na és szerintem most fogom kezdődni a tényleges játék. Húha. Heaventon. Azt hiszem jól vannak. Igen, ott volt. Na, hát így néz ki. Kicsit ilyen szürreális az egész. És már egy körülbelül futok. Ja, van pisztolyos. Van egy bal klik a futás, szugrás, vagy valami. Szájra megy. Tényleg, akkor a kobbara vele tud futni. Tiszta maraton. Hát, nagyon. Igen, egyébként jó fele vagyok? Egy rohadtul nem. Nem tudni. Ott fölül az mi az? Az erő? A, melyik a bal oldali? Hát ezek a, az a csík, a piros, meg a... Hát azt szerintem a stamina. Ami azt jelenti, hogy az erő a futáshoz. Ja. A jobb oldali, a piros, az pedig szerintem az életerővel. Aha, jó gyerekek. Hoppá. És van több életed? Igen. Jaj. Van több életed? Nem, a piros csík mutatja fent. Ja, egy van, hogyha meghalsz, akkor vége. Aha. Én is játszottam végben ilyen játékokkal. Igen. Igen. De azt titok, hogy mivel. Aha, nézd, az fönt, hogyha a stamina véget ér, elfogy, akkor leesek. Hát akkor sietni kéne, mert mindjárt elfogy. Nyilván kevesebb erőt igényel. Hú, az ott alatt a valami... Borzasztó folyó. Mondjuk én nagyon szeretem az ilyen platformjátékokat, már úgy értem, hogy ezeket a... Mászkálunk, mászunk. Ilyen pókemberes. Ja. Jöttünk. Mehetünk tovább. Most az előbb nem itt voltunk? Nem, hát
kell másznom. Tök olyan volt. Hopp, jaj, majdnem leestél. Igen, és ezt átjöttem akkor, aha, jaj, oda. És egy ilyen frangon a folyó felett vagyunk. De itt igen. Most te honnan tudod, hogy merre kell menni? Vagy ez így... Majd kiderül? Hm? Hogy ott nincs semmi? Nem tudom, merre kell menni, nem mondom. Ja, ott most fel kell menni másznak. És folyamatosan fogy az erő. Tehát, hogy érdemes azért, és akkor ilyenkor a zene is megélénkül, hallod? Uh-huh. Aha. Tehát akkor, hogyha fölérsz és elkezdesz sétálni, akkor visszatér az energiád. Azt hittem, menni kell hozzá egy csopint. Miért az is jó ötlet? És hogyha elfogyok, azt mondom, hogy ez van, mint az állat. Hogyha? Ez nem lenne jó. Meg! Kérlek szépen! Ó! Hát... Top. És most mi van? Most kezded megint előről? Aha. Hát nem előről. De ez így most... Újra lehet kezdeni ugyanonnan? Persze. Csak a pontlevonás? Vagy mi? Semmi. Semmi. Ugyanannan kezd. Addig próbálkozhatok, amíg meg nem mondom. Ez úgy nem túl izgi. Azért valami retorziót kéne így bevetni. Mondjuk, hogyha meghaltál és visszatérsz, valami feladatot kellene teljesíteni. Nem? Mondjuk autóval át kellene ugratni onnan oda. Szerintem. Na jó. Elfogadom. Rendben van. Elmondtam is, látod szebb napokat. Egy kis kötélmáfás, főleg ha az jó kis magas feszültségű vezeték. Yeah. Ja. Nem lesz rendben, akkor felmászni, hogy mi az autó? Nem.
lőd le bosszúból. Nem lehet lelökni a szakadékba, megnézni, hogy hogy esik. Nem úgy néz ki. Az jó, hogy lesz lenni, nem? Lelökni egy apot a szakadékba? Igen. Nem viszem el. Most mit csinálsz? Újra próbálod az előzőt? Igen, de hát úgy látom, hogy fentett el, tehát ugye arra kell mondom akkor mindenféle. De melyik előzőt? Amikor meghaltál, vagy az előtt? Ó, oh, yeah. Nem. Ahogy levittem ott a közélre. Engem picit zavar ez a szürke árnyalatos minden. Ilyen legyen egyszínű, nem? Csak nekem tűnik. Ez is fokozza ezt a katasztrófa állapotot. Most, hogyha zöld lenne, meg nyilván egy katasztrófa sújt a tövezetben, nincs is szín. Tehát ott a szürke hamu, meg a por, belet mindent, és akkor ilyenek. Azért néha van szín, de ott a zászló is kék. Meg ott van ez a, nem tudom, az tűzoltó autó. És akkor nem lehet mindenhol felmászni, és ez zavaró. Buf, az átmenés. Nagyon nagy ennek volt. Ja, pláne, hogy téli szennyes vagyok. Na? Igen? Igen. Amúgy is? Igen. Amúgy is. Te is? Igen. Én akkor szerintem, hogy megdobnálik. Én nem másznék át, azt tudni. Én keresnék valami más megoldást. Na, pillanatra elgondolkodott, aztán megugrott. Ja. És átértünk a hídra. Az olyan, mintha ott lyukas lenne a rács. Uh-huh. Nem? Mert pedig csak víz. És nincs tükörkép, csak átnyit. Na, igen. Szerintem ott mit kell lenni. Igen, lecsúsztunk. És így vége az első résznek. És akkor most ez így elmenti? Aha, már legközelebb folytatjuk. Köszönjük el. Sziasztok! Sziasztok!